pontozzon. Azért szeretném, hogyha minél többen pontoznának, mert akkor nagyobb merítésből jön neki egy átlag, a közönség pontok átlaga. Mindjárt megmondom a mi pontszámaink átlagát, és akkor ki fog derülni, hogy ki nyer. Oké. Oda abba a dobozba kérem szépen bedobni. Köszönjük szépen. És egy nevet vagy jelszót írjanak, mert az alapján fogjuk tudni, hogy ki a papír. Oké, köszönöm szépen. No, hát akkor üdvözlök mindenkit szeretettel. Ez az összesítésben az 59. éjskvartett. A témánk pedig ugye Bencsi Korsolyának a Több élet című könyve, kisregénye. Erről fogunk most beszélgetni. Beszélgető társaim, most jól megkavartuk önöket, nem úgy, ahogy szoktunk. Zelei Dávid, Rácz Péter és Bárány Tibor, én pedig Károlyi Csaba vagyok. 10 pontos könyvet nevezett meg mindenki, ahogy szoktuk, ezt gyorsan elmondom, hogy micsoda. Ugye Zelei Dávid Spiró György fogságára adna 10 pontot, Rácz Péter, Nádas Péter Párhuzamos Történetek című regényére adna 10 pontot, Bárány Tibor pedig Centauri Jégvágójára adna 10 pontot, én pedig ebben a körben Eszterházy Péternek a Függőjére adnék 10 pontot. A mostani könyvre is adtunk egy pontszámot, mindent meg fogom mondani, hogy ki hány pontot adott. Bencsi Korsolyáról tényleg csak 3 mondatot. 1985-ben született, Topolyán, Szerbiában, jelenleg Szegeden él, és ez a harmadik kötete, az első kötete 2009-ben jelent meg, a második 2012-ben, ez a harmadik kötet az első regénye tulajdonképpen, vagy első kisregénye. Hát ez a könyv lányregény, családregény, annak a kifordítása, csak 2 mondat, elbeszélő főhőse, egy vajdaságból Szegedre származott leány, aki oda jár egyetemre, bölcsész, és az ő mindennapjait követjük nyomon egyfajta naplószerű előadásmódban. Ez az egyik idősik, a másik idősik pedig ugye a családjának a története, tehát megjelenik a háttérben a család, 3 generáció, szülők, nagyszülők, és ez a 2 alapvető időség váltakozik. Egyetlen mondat még, hogy központi motivum ennek a regénynek ugye a disznó motivum, és az igen érdekesen alakul a realitás és a fantasztikum viszonya a regényben, amennyiben ezt a titkot kénytelen vagyok elárulni, a regény végén a főhős disznóvá változik. Illetve ennél bonyolultabb a helyzet, majd el fogjuk mondani, hogy s mint van ez. Tehát a Több élet című könyvre ugye mindenki adott egy pontot 1-től 10-ig, a pontszámaink a következők. Bárány Tibor 7 pontot adott, Rácz Péter 6 pontot adott, Zelei Dávid 5 pontot adott, és most már értem, hogy miért ülünk így, én 4 pontot adott. Tehát ilyen csökkenő sorrendben ülünk, önök felől nézve jobbról balra. Tehát 7, 6, 5, 4, a pontjaink összesítve 22. Ez elég kevés. Az átlag 5,5, majd kíváncsi vagyok, hogy az önök pontjainak mi lesz az átlaga. Ugye, ha az eddigi pontokat nézem, akkor nagyjából az utolsó tizedben van ez a könyv, ezzel a pontszámmal. 20 pont alatt 2 könyv kapott a Kvartettek történetében, 15 pontot kapott Lovas Ildikó regénye, 16-ot Spiegelman Laura könyve annak idején. Utána egy nagy ugrás, 21 pontot kapott Bartis Attila a Vége című könyve, 22 Téreinek a protokollja, de akkor nagyon szigorú zsűri volt, és 22-t kapott Kepes Andrásnak a Tövés Puszta című könyve. Tehát ennek fényében is értelmezhető ez a 22 pont. Viszonylag kevés, úgyhogy én nem is húzom az időt, hanem szokás szerint, ahogyan szoktuk, mindenki indokolja a pontszámát. Azt szoktuk csinálni, hogy aki a legtöbb pontot adja,
az ő jutalma az, hogy először szólalhat meg. Tehát Bárány Tibor fogja először a 7 pontját indokolni. Hát nem hittem volna, hogy én szólalhatok meg először. Tehát nem, én nem arra készültem, hogy én adom majd az 5 pontot erre a könyvre. Úgyhogy amikor készültem a beszélgetésre, akkor arra gondoltam, hogy majd a fenntartásaimat fogom hangoztatni, hát most akkor megfordult a szereposztás, és nem a fenntartásaimat fogom hangoztatni, mert akkor majd a zsűri, vagy micsoda, és kvartett többi tagja szépen részletesen elmesélik, hanem azt hiszem, én fogom a könyv erényeit sorolni. Ugye nagyon röviden, nagyon madár távlatból, most csak azt kérem előre, hogy majd ne nyissunk erről feltétlenül egy terminológiai vitát, de ha le kéne írni ezt a könyvet, akkor ez többé-kevésbé egy ilyen posztmodern vagy szövegirodalmi alkotás, és pontosan azt a szövegirodalom vagy a posztmodern irodalom egyik magyar változatának, a nagy paradoxonját fogalmazza újra. Tudnék, hogy egyfelől adott egy minden elképzelhető módon elbizonytalanított elbeszélői helyzet, a szöveg mindenféle elképzelhető módon a hagyományos irodalmi várakozásainkat megpróbálja valahogyan áthágni, vagy nem tudom, mit csinálnak a várakozásainkkal, mindesetre nem beteljesíteni, nem tudjuk a figurát tökéletes mértékben megalkotni, a fikció, nem fikció, fikció-fantasztikum viszonyon is folyamatosan felborul, szeretném metaforikusan érteni ezt az egész disznó dolgot. Az sem megy, és a többi, tehát mindenféle szempontból elbizonytalanított szöveg, ami közben mégis nagyon karakteresen, a karakteres elbeszélői hang révén, igenis mégiscsak megjelenít egy világot, és mégiscsak megjelenít egy személyiséget. Ez egy nagy paradoxon, hogyan lehet egy nagyon markáns személyiséget, és egy nagyon markáns, hogy mondjam, világot vagy milliót megteremteni úgy, hogy irodalmilag minden elképzelhető módon elbizonytalanítjuk az olvasót és az elbeszélés szerkezetét. És szerintem ezt jól csinálja a szöveg. Egyetlen egy kifogásom van, és ezért mondtam le 3 pontot, hogy ugye ebben az értelemben, bár ugye hozzá vagyunk szokva az ilyenfajta irodalomhoz is, bár mondjuk a realizmus inga most éppen visszaleng a magyar irodalomban, tehát hogy most éppen nem tűnik annyira korszerűnek ez a szöveg, mint tűnt volna a 90-es években, de azért valamennyire szokva vagyunk ehhez a fajta szövegépítkezéshez, és hát az a rossz hírem van, hogy azért még, hogyha hozzászoktunk is az ilyen szövegekhez, ezek dolgoztatják az olvasót. Tehát molyolni kell a szöveggel, hozzá kell szokni. És akkor vagyunk hajlandók ezt a munkát beletenni az olvasásba, akkor vagyunk hajlandók lassan olvasni, olyan lassan olvasni ezt a szöveget, amennyire kívánja a lassú olvasást, hogyha a szövegnek olyan ereje van, hogy magával visz. És az a helyzet, hogy sajnos nem mindig visz magával. Vannak csúcspontok, majd mutatok egy csúcspontot, vagy mutathatom most? Hát most mutasd, mert aztán eltelik az 1 óra, és nem fogod mutatni. Jó, tehát megmutatom, hogy milyen, amikor szerintem nagyon jól működik. És a Csaba kedvéért, hogy le tudja írni, majd mondom az oldalszámot is. Kösz. Mindent a kedves megrendelőjét. Másodperc. 59. oldalról, amikor egy fejezet végén lényegében egy ilyen kimerevített összefoglalót, kimerevített jelentet, egy összefoglalót olvashatunk. A nővérem életvezetési tanácsokkal látja a családot, apám erőlködik, belsővé próbálja tenni a legfontosabb maximát, a külvilágból semmit se utasítsa, ne gyűlölj, ne írtózz, ne undorodj. Az unokatestvérem 7 nappal eltéve fürdeti a gyerekét, az anyja meg megállás nélkül hajtogatja, koszos. Könyvek elégetésére még nem került sor, pedig a mama arcára biztosan kiülne a fene nagy boldogság. A nővérem a rossz hajlamát titokban jóra csiszolja, én a vangon ücsörgök, a szomszédnőt lesem, a kislány belejéből fehér férgek távoznak. Egy időre most tisztaság van. Ez itt nagyon jó. Ez itt nagyon jól működik, és hogyha ezen a szinten lenne a szöveg, ilyen ügyesen építkezne mindenhol, akkor én megadtam volna a 10 pontot. Viszont sokszor, főleg a kötet második felében, sokszor egyszerűen ez az izgalom eltűnik, és nem érzem azt a vágyat, hogy a sok finom részletnek utána menjek.
Köszönjük szépen. Akkor tehát ezért 7 pont, Rácz Péter 6 pontot adott. Igen, és pedig azért, mert elhatároztam az évad elején, hogy 5-nél kevesebbet nem adok, ami persze a szabályok felrúgása, de egyszerűen azért gondoltam, mert 5-öt azért, hogyha valaki megírt, többségében a regényekről van szó, akkor az azért talán tartalmaz annyit, annál kevesebbet. Tehát tisztelem azt a munkát, ami benne van, remélhetőleg mindig van benne. Itt most csak egyet tudtam ezt megemelni. Úgy látszik a 50-es oldalak azok, amelyek egy kicsit erősebbek. Nekem is, én is onnan tudok, hogy fogok mindjárt egy erősebb szakaszt felolvasni, de mi az alapvető bajom nekem azzal az egésszel? Hát az, hogy egyszer fogom ezt a kifejezést mondani, ez a mágikus realizmus, ezt ugye több kritika emlegeti, hát mint a jég, csak olyan idegen hagyott engem ebben vélt, vagy ebbe beleírni próbált, említett jelleg. Fantasztikumok vannak benne, erről azonban eszembe jut nekem a múlt heti ésben a Takács Ugrefnek egy kisebb tanulmánya, Ariosztó Dobbantó címen, amelyben idézi Karácsony Endrét több évtized a korábbi tanulmányából, amelyben azt mondja Karácsony Endre, hogy a fantasztikumnak valahogy nincsen hagyománya a magyar irodalomban, valahogy az olvasó, az írók széllyel akarják választani a valóságosat és a fantasztikusat valamiféle józan idézőjelben cenzúra révén. Na most valahogy itt is ezt tapasztalom, hogy ugyan Bencsik Orsolya próbálkozik fantasztikumot bele erőszakolni ebbe a könyvbe. Rögtön az első oldal ugye a nagytata kis disznókat ellik, igazán csak alkérdés, hogy miért van akkor már a nagymama, de sikerült, aztán a vége fele előjönnek megint ezek az állattá vált emberek, azonban egy percig nem tudom elhinni egyetlen szavát sem, ezek csak simán beleírt dolgok. Nem ragad magával, a szöveg ugyan valóban rendkívül bonyolult, ahogy az előbb hallottuk, azonban csak azért, mert rendkívül kusza. Én egy blogregénynek nevezném, mert számos recept van, ennek nagyon örülünk, már eddig is tudtunk palacsintát csinálni, azonban annyi laposság, annyi irodalmi akarnokság fordul elő benne, hogy én szerintem tudtam élvezni. És amikor és vannak témák, amelyeket ugyan megpendít, ilyen például, hogy azzal kacérkodik, hogy a szerbiai sertésvágótelepek, vagy micsodáknak a természetrajzát írja le, felcsönne a szemem, hogy na, akkor legalább valamiről tudni fogok, hogyha ezt kifejti, szó nincs természetesen erről, vagy pedig az, hogy őt a rossz fiúk, sőt a csúnya, 30-as szerb, kevésbé okos fiatalemberek érdeklik, megint felcsillant a szemem, hogy na ez biztos érdekes lesz így, hát nem nagyon fordul elő ilyesmi, illetve nem ez fordul elő. Nagyon sok rossz mondat van benne, ezt megnézik alaposabban, ezt a Magvető és a Vajdasági Fórum kiadó adta ki, úgy látom, hogy egyikőjük sem vette a fáradtságot a szerkesztésre. Rossz mondatokat most nem akarok felolvasni, de bőven vannak. Azért mondok néhányat.
Nézzük azonban ezt a bizonyos csúcspontot az 54. oldalról, ugyanitt ez a rövid szakasz úgy kezdődik, hogy nem kérdés, és ezt kb. 30-szor leírja ezt a fordulatot, hogy nem kérdés, most még mindig a hibákat sorolom, ezen kívül a rengeteg önismétlés, ez a könyv fel olyan vékony, fel olyan vastag, hogy vékony lenne, akkor, hogyha nem ismételné folyton magát a szerző, semmiféle funkcióját nem tudtam felfedezni, inkább zavar, egy idő után mindig odaértem, hogy másodszor vagy harmadszor olvasom ezt, és ehhez hasonló dolgok vannak benne, amelyek rontják az olvasási élményét. Így hangzik az a... Apám akkor a legboldogabb, ha a gipszet kevert a tejbe, ha egereket, patkányokat gyilkolhat, a nővéret meg akkor, ha legyeket. 29 éves vagyok és bácskai. Normális állásom még soha nem volt, azt mondják rólam, szélhámos vagyok és hiszem, pedig csak álmos vagyok, akár csak a kiskatonák a régi disznóhízoló helyén, vagy apám a 90-es években a kaszárnyákban. Ha levágatnám a hosszú szőke hajam, látszana a bivaj nyakam, amit a tatától örököltem, amúgy ez a szexepilem, és így folytatja. Nyersen, szabadon, bátran megmutatja, hogy hogy néz ki, ha levágja a haját, irgalmasszal, hogy kitárulkodik, máskor nem tárulkodik ki. Okay, köszönjük szépen. Ja, akkor Zelei Dávid következik 5 pont. No, kiinduló és érkezési pontokat fogok mondani, hogy elmeséljem, hogy mi volt az élményem ezzel a könyvvel, mert alapvetően élmény alapon olvasunk szerintem talán mindannyian. Annak felől közelítettem ezt a könyv felé, ez nyilván a kanonikus pozíciója, vagy ez a mondjuk a Horváth Péter ösztöndíj, amiért, amit ezért valótetért kapott Bencsik Orsolya. Kiváló, ráadásul velem egy idős szerző, tehát generációsan gondolhattam, hogy lehetnek közös témáink. Illetve olvastam vele egy interjút, amelyben föltárult a tökéletlenség iránti szimpátiája, ez a, azt hiszem, a Tolnai féle karfiol centrikusság, a karfiol, mint nem tökéletes növény, a esküvőmön és a feleségem szájából elhangzott a örkénynek a ezt a kis testhíváskört, ki fogja szeretni egy sorosa. Nagyon szeretjük a kis testhívás dolgokat, de Csikorsa rögtön a szívem. Továbbá ebből az interjúból az is kiderült, hogy itt valamiféle mágikus realizmusról és vagy Márquezről, illetve Bél realizmusról, vagy Zsigeri realizmusról és vagy Bolányról lesz szó. Talán aki valami olvasott már tőlem bármit, az 78% eséllyel valamilyen spanyol vagy latin-amerikai szerzőtől való volt, úgyhogy gondoltam, hogy akkor ez már többszörösen is az én könyvem. Elkezdtem olvasni beleolvasásokkal, tehát az első 3-4 oldalt azt szerintem 5-szer legalább el kellett olvasnom, hogy ezt a határhelyzetet így megpróbáljam átlátni, amint az animalitás és humanitás ember áll a disznó ember közti billegés. A legjobb a dologban az, hogy ez önmagában nem mágikus realizmus, több utalás van, ami össze lehet kötni mondjuk a 100 év magánnyal, de 100 év magány sem minden sorában mágikus realizmus. Akkor bizonytalan egy helyzet, egy léphelyzet, mondjuk állat és ember között, az nem tudnám realizmusnak leírni, pont azért, mert a realizmus valaminek a bizonyossága, ugye azért hívjuk mágikus realizmusnak, mert ami kis európai, párizsi szemünkkel, ez valahogy nem tűnik reálisnak, aztán mégis valami nagyon reális dolog. Tehát én nem gondolnám, hogy ez egy mágikus realista regény lenne, hát nem baj, ettől még mindig lehetne jó. Zsigeri realizmusnak se gondolnám, olyan értelemben, hogy szerintem talán jobban is megvalósítja ezt a terminust, mint a belekkel való foglalatoskodása, szarban tapicskolásnak az irodalma, de hogy a Bolánynak nem sok köze van ehhez, valóban átnevezte a saját irodalmi, kb. 3 fő által ismert irodalmi troll mozgalmát, az infrarealizmust a vadnyomozókban arra, hogy zsigerik
realizmus, és van is egy majdnem szövegszerű idézet, hogy a Tata mindig hátrafele jár, mint a rákok, és a zsiperidealisták is pont ugyanis csinálják, hátrafele mennek, és közben élő egyenesben tartanak határozottan egy adott pont felé. Tök jó, ezen kívül én úgy gondolom, hogy ő ezt a terminust megvalósította, utazó elméletet, úgy látszik, hogy nálunk már ez a új értelmet nyert, itt nem nagyon volt ez kifejtve a vadnyomozóknak. Oké, Bolányot is lekoptattuk, akkor mi lesz a kistes szíváskörökkel, a karfiolokkal? Nagyon sok ilyet kapunk, nagyon sok tökéletlenséget kapunk, szerintem talán többet is, mint kellene, de lehet, hogy maga a könyv is ezen tökéletlenségek közé tartozik, mint szövegtárgy, vagy ilyesmi. Általában szeretni szoktam, most ez egy nagyon durva leegyszerűsítés lesz, a invenciózus nyelvezetű határon túli magyar irodalmat, Potocki Lászlónak a nyelvezetéről halok. Bencsi Korsolyai inkább idegesít, a FEST szó 5000-szeri előfordulásától átandul az összes szőrt le, vakarnám, ha lenne rajta. Akkor az a rengeteg ismétlés, amit Péter is emlegett, a barátom, aki nő, 15000 előfordulás, a nővérem áldott jólélek, 1 000 000 előfordulás, felvágom tőle az ereimet. Receptek, Kurt Vonnegutnak van egy csodálatos regénye, amelyben először a Mesterlövész, amelyben először recepteket olvastam életem folyamán, teljesen idegennek hatott, tök jó volt. Roberto Bolaño 2666-jában is vannak receptek, már megkopott kicsit a újdonságérzete, és ezt most olvastam nem olyan rég. Ebben viszont tényleg a tojásrántott a receptje szintet kapunk legalább 3-at. Nem új, nem izgalmas, nem illik bele, és egyáltalán a könyvet szervetlennek, kicsit összefüggéstelennek éreztem. Oké, ez egy posztmodern könyv, szeretem a posztmodern könyveket, én is, meg a realista könyveket is, ha jók. Ez a könyv szerintem nem csak az adóztatópontot nem ugrotta meg, hanem a én mondjuk 7-es pontomat se, 6-os se akár. Egész egyszerűen azért, mert untam, vissza-vissza lapoztam, hát ha bele tudok valamibe kapaszkodni, ami majd sodor, nem sodor, semmi uncsi volt. Jajjaj, köszönöm. Én jövök a 4 pontommal, és most már teljesen zavarba vagyok, mert annyi rosszat mondtunk erről a könyvről, hogy nekem valami jót is kéne mondani, de nem mondhatom most a jót, mert indokolnom kell a 4 pontomat. Tehát kénytelen vagyok most rosszakat mondani. Azért kell rosszakat mondanom, mert nagyon rosszat gondolok erről a könyvről, és szomorú, nem örül az ember, hogyha ilyesmit kell csinálni. Kénytelen vagyok elmondani, hogy miért 4 pontot tudok csak adni. Nagyon próbáltam följebb vinni, nem sikerült. Minél inkább próbáltam följebb vinni, annál inkább nem sikerült. Tehát én azt gondolom, hogy ha 10 vagy 20 éve született volna meg ez a könyv, ahogy a Tibor mondja, akkor valószínű érdekesebb lett volna, de hát ilyet már ezrével csináltak. És azt gondolom, hogy egyszerűen receptek alapján dolgozott a szerző nagy valószínűséggel, vagy kénytelen vagyok azt mondani, hogy ha nem is így van, akkor én, mint olvasó azt érzem, hogy mintha meg akart volna felelni bizonyos nagyon trendi elvárásoknak, tehát hogy nagyon jól elemezhető ez a könyv, nagyon sok kritika született róla, és a kritikák szerintem benyalták ezeket a dolgokat, tehát egyszerűen könnyen ráhúzhatók bizonyos sablonok a szövegekre, és ezeket a sablonokat a kritikák rá is húzták. Tehát hogy megette mindenki, hogy milyen jól szervezi a szöveget a szerző. Tényleg, mintha recept alapján készült volna, millió recept is van a könyvben. Hogy mi minden legyen benne, hogy trendi legyen, legyen egy kis intertextualitás, legyenek metafikciós utalások, legyen egy kis úgymond mágikus realizmus, csak éppen egy csipetnyi. Negatív testképek, sok kicsi apró műfaj, ez meg az, meg amaz, meg receptek, egy kis nevetés, egy kis undor, állatember, abszurd, groteszk, fantasztikum, kisebbségi lét, ezzel is operált a kritika, hol a túróban van itt a kisebbségi lét? Én nem látok a kisebbségi léttel kapcsolatban semmilyen szövegrészt, ami érdemben erről beszélne.
Tehát azt látom, hogy nagyon igyekszik a szöveg bizonyos elvárásoknak megfelelni, és ez sikerül is neki. Például ugye azt is sokan írták a recepcióban, hogy mennyire remekül ugye fölborítja a hagyományos, a klasszikus családregény, vagy a klasszikus lányregénynek a műfaját. Hát persze, de hát már ez a trendi, az volna az érdekes, ha nem ezt tenné. Egyébként ahogy teszi, az viszont nagyon nem érdekes. Tehát unalmasan borítja fel ezeket a műfaji konvenciókat, és most éppen az lenne a nagyon izgi, hogyha nem ezt csinálná. Ezt már csinálták ezre. És arra gondoltam, hogy még az is lesz, ugye van benne, hogy a regény, amint írja önmagát, tehát saját maga írására reflektál, ha még mondom, még az is lesz, hogy valamelyik családtag is elkezdnek-e a regényt írni, és az is be fog ide jönni, akkor megbolondulok, és az apuka elkezd regényt írni. És a kedves papa is regényt ír, és akkor nem tudjuk, hogy kinek a regényét olvasjuk, hát ettől már majd megőrültem. Tehát akkor eldöntöttem, hogy ez 4 pont, és akkor még sokat adtam, erőltetett, kimódolt. Mint az alcím. Hát milyen alcím ez? Rájátszik egy kicsit az Eszterházira, de hát ugye a kis magyar pornográfia, kis vajd magyar, és akkor azt a J betűt úgy beteszem zárójelbe. Ezerszer volt már ez is, tehát ez egy tipográfiai közhely, mint ahogy ugye közhelyes az egész szöveg, túl van írva, túl van húzva. Minden túlteng és öncélú, rengeteg ismétlés, önismétlések tömege, aminek nincs funkciója. Tehát egyszerűen ezek az ezerszer ismételt sablonok, ezek nem nyernek semmiféle funkciót, és ilyen módon az embert idegesítik. Tudálékossá teszi az egészet, idétlen vicceskedések vannak benne. És hát maga ez a fantasztikum dolog, már bocsánatot kérek, ez teljesen kidolgozatlan. Az elején és a végén van ez a malacügy, közte 100 oldalon keresztül szinte semmi. A legelső oldalakat nem értjük, és tényleg megüti az olvasót, hogy miért a kedves nagypapa először ellett, aztán szült, most szült, vagy ellett ugye malacokat, hármat, aki kire hasonlít és hogyan, majd utána megindul egy regénytörténet, amiben erről semmi szó nincsen, majd a legvégén, ugye az utolsó néhány oldalon, ugye megint visszateveredünk ebbe a körbe, és akkor kiderül, hogy ami drága főhős, először az apukája beköltözik ugye a disznóholba, ahol egész nap késeket mosogat, meg káposztát, és akkor utána a lány is bekerül ebbe az olba, malac lesz belőle, vagy mi a fene, és a végén még meg is hal, de közben azért lesz neki, találnak neki egy társat, valami 200 mázsás, nem tudom kicsodát, akit talán elveszi feleségül, vagy mi az ördög. Na most ez az egész, jó, most karikírozom, de hát gyakorlatilag nem egy komoly fantasztikum, hanem olyan messze semmi fog meg jól, az elején meg a végén oda teszem, hogy ez is legyen. Közben ezzel nem kezdek semmit. És akkor még egy dolog, hogy én is kritizáljam a kiadót. Hát én nagyon régen olvastam ilyen borzasztó mondatot fűszövegben. Azt mondja, egy olyan világ tárul elénk, amelyben megejtő szépséggel válnak elbeszélhetővé, a sertés, tenyésztés minden napjai. Hát utoljára Babagács Béla írt ilyeneket Eszterházi korai műveiről, hogy a 70-es évek dolgozó és sportoló ifjúságáról szól a pápai vizeken, ne kalózkodj. Hát ez a citromdíj a szerkesztő, ezért a főszövegbeli mondatért, úgyhogy még ez is le van nálam valamit. Le is állok. Innentől kezdve csak dicsérni fogom a regényt, és adom át a szót Árán Tibornak. Csak szeretnék röviden reagálni néhány dologra. Szerintem nagyon érdekes, hogy mennyire másképpen kezdődött ez a mostani kvartett, mint a korábbiak, mert hogy most ilyen négy áriával kezdődött. Tehát, hogy minden négyen hosszan beszéltünk erről a könyvről, ilyen szép, kerek retorikai egységekben. Ami nem véletlen, ugyanígy nem véletlen, hogy erről a könyvről nagyon sok kritika van, mert hogy itt működik ez a időnként kicsit túl zsúfoltnak ható szövegtérben az irodalmi masinéria, amit nagyon könnyű elemezni. Tehát ezért nem véletlen, hogy erről a könyvről nagyon sok kritika született, mert hogy van rajta mit fogni, ezeket szépen mind végig lehet mondani, míg mondjuk az orgiáról
ami szerintem sokkal problematikusabb, sokkal bizonyos értelemben esztétikailag sokkal kudarcosabb a vállalkozás. Arról nagyon kevés kritika született, mert hogy nagyon nehéz hozzá valahogyan viszonyulni. Én azzal semmiképpen, nyilván sok mindennel egyetértek, de azzal semmiképpen nem értek egyet, hogy amikor a Csaba azt mondta, hogy most ez a trendi, mert hogy valójában épp, hogy nem ez a trendi, ha nagyon trendi szeretett volna lenni. A szöveg azt gondolja, hogy ez a trendi. Nem, szerintem nem. Ha nagyon trendi szeretett volna lenni a Bencsi Korsolya, akkor egy nagyon nyomasztó, ilyen szocionyomasztos kis regényt írt volna, ami rövid pár oldalas jelenetekből állt volna, ami a vajdasági magyarok és szerbek nyomoráról szólt volna ilyen brutális erővel, most a szöveg nem ilyen. És én azt gondolom, hogy ez igenis egy nagyon bátor vállalkozás ezen a ponton. A kifogásaitok jelentős része az pont olyan kifogás, amit adott esetben a posztmodern irodalommal, az erősen ironikus posztmodern irodalommal kapcsolatban szintén meg lehetett fogalmazni 30-40 évvel ezelőtt. Iróniát érzel ebben a szövegben? Hát én lényegében csak azt tettem, hogy ugye abban az értelemben rettenetesen ironikus ez a szöveg, hogy amit az előbb mondtam, hogy egyfelől tökéletesen lebontani az elbeszélői alaphelyzetet, a szubjektumot, a beszélő figurát, az irodalmi műfajok működését, radikálisan összekeverni mindent mindennel, másfelől ebből mégiscsak kikeveredik valamilyen nagyon határozott figura, valamilyen nagyon határozott millió. Én azt gondolom, hogy igenis nagyon sokat, hogy mondjam, megértettem és megismertem ebből a világból. És ez ebben az értelemben egy ironikus szerkezet, mert egyfelől nem tudom komolyan venni, és mégis a végén kénytelen vagyok komolyan venni. És aminek te idegenség, az egyébként részben, és itt nem lehet elhagyni szerintem a gender szempontot, hogy hát hogy itt arról van szó, hogy itt egy női elbeszélőről van szó, és hogy természetesen a női férfi szerepek is folyamatosan le vannak bontva, újra vannak építve, akik szeretik az ilyen kicsit ködösebb francia filozófiát, azok nyilván ezt szokták rekonstrukciónak nevezni, tehát itt tényleg rekonstruálódnak a női szerepek, és hát amit a Péter mondott, hogy úgy várta volna, hogy akkor ez a szer buta 30-as szerep férfiakra kiderüljön valami. A szöveg pont ezt mondja, hogy kedves olvasó, én értem, hogy te ezt várod el egy fiatal női hangtól, hogy majd a nemi életéről meséljen ilyen pikáns dolgokat, de hát csak azért sem fogok. És ez szerintem egy igenis bátor és izgalmas igaztus. Oké. Dávid akart először, nem akart. Szerintem nem izgalmas is. Oké, Péter. Nem tudom, az milyen regényírói technika, mondjuk 150 oldalba belevágott, és felcsillant néhány ígéretesnek tűnő, őszinte, markáns, gender szempontú, stb. Témát, majd aztán beint az olvasónak, ezt kapod meg, nem kapod meg a büdös életbe, jól átvertelek. Tudnék olyat is írni, de nem írok olyat. Nem tudom, hogy tudná írni, de nem akarom én sem szívni tovább, mert meg azért van egy-két jó rész, az 50-es oldalak elég jók, és a 130-tól a végéig is kezd jól lenni legalábbis. Én kicsit... javaslom, hogy keveset idézünk, mert egyébként már alig van fél órán. Igen, és azért az is, az a rész is szép a 27. oldalon, amikor nézi a valószínűleg magyarországi lakásának vagy házának az udvarán a különböző családok kiakasztott, moslat, száradó rohanemét, és valamilyen szépen megfogalmazva, már szinte túl szép, hogy itt azért mégiscsak összeér az életünk, és ez se nem nyálas, nem csak úgy szép, hogy meg van említve. Vagy azt a lazasságot említeném még, amikor a 20. oldalon egyik barátja elővezett dolgokat, ő meg egy fehér ingben várja őt, és hangulatvilágítással, és a fehér ingjéről csak annyit mond, hogy felcsülönt a
szemem, én egy agresszív nő vagyok, ezzel kellett volna nyitnom, helyette csak bámultam a szobrászt, ugye lányos szépség, ugye nem csúnya ezek szerint, száján fügyszó, kezében aranytárgy, mellemen a szétnyíló anyag 20% poliszter, 80% pamut. Akkor van lesz humor, vagy nem tudom, valami távolságtartás, vagy valami... Nem, az van, hogy, tehát, hogy egy alapvetően én azt gondolom, hogy egy tehetséges, jó mesterségbeli tudással rengeteg olvasmány élménye, és egy ilyen szempontból egy laikus vagy nem ideális olvasó vagyok legalábbis, amennyiben a vajdaság, illetve a különböző leszem azt szerb-horvát bosnyák irodalmaknak kevésbé vagyok ismerős. Tehát, hogy nem az van, hogy egy tehetséges író tök jó részleteket kever eklektikus zagyvalékban, más talán a ilyen számomra nem annyira értelmezhető, illetve összefüggésbe hozható, össze játékba hozható részletekkel. Tehát, hogy én valószínűleg emiatt mondtam, hogy amikor egy-egy szem felcsillanás jött, akkor 50 oldallal később se éreztem, úgyhogy most összekacsintottunk egymás közt, inkább csak ugye intertextusok, meg kitekingetések, meg hiszólások révén más könyvekkel, ami lehet, hogy ilyen szempontból nehezebben szervesíthető a magyar irodalmi átlagolvasónak a ízlés világába. De ugyanezt elmondhatod, Dávid, mit tudom én, néhány korai Eszterháziról, vagy Garaciról, Németh Gáborról nem is beszélve, hogy hát olyan tehetség, ez egy tehetséges nagy mesterségbeli tudás, de hát hogy csak így megcsinlan dolog, hogy itt egy jó mondat, aztán nem ismétlődik meg, azt meg folyton idegesítően ismételgeti. Hát hogy ez az ilyen típus irodalomhoz ez hozzátartozik, és hogy ez, tehát hogyha valami itt tényleg szerintem izgalmassá teszi ezt a könyvet, az pont az a helyzet, hogy most érkezett el hozzánk. Ez egy nagy próba, hogy vajon tudunk-e ilyen típusú szöveget manapság olvasni, vagy örömmel olvassuk-e az ilyen szöveget manapság. És az, az igazság, hogy én nekem tulajdonképpen jól esett, tényleg az volt a problémám, hogy egyszerűen nem, sokszor nem volt elég erős a szöveg ahhoz, hogy magában ráncson, de amikor elég erős volt hozzá, akkor nálam nagyon jól működött. És ha valami engem bosszantott, akkor pont az, ami ilyen trend, ami tényleg trendi, és még mindig megmaradt, és a kortárs magyar irodalom valahogy nem tudja levetkezni, ez a Eszterházi hatás mondjuk, ez az önéletrajzal, vagy a szerzői figurával ez a játék, amit már a Kunáfárnál is vettem olyan nagyon jó néven, és itt is engem ha valami idegesített, akkor ez a Bencsi korsajázás. De hogy ez pont azért, mert ahhoz még mindig hozzá vagyunk szokva. Szerintem ebben az értelemben, hogy mondjam, azok az ismétlődések, amire ti azt mondjátok, hogy idegesítő, hogy annak ott politikai funkciója van, mert egyfelől tagolja a szöveget, másfél egyébként az olvasást is segíti. Tehát azért elég nehéz összerakni a viszonyokat, és az, hogy ilyen eposzi jelzőik vannak a szereplőknek, ez kimondottan meg is könnyíti az olvasást, meg ritmust ad a szövegnek. Tehát, hogy ez sem úgy véletlenül kevered. Tehát nem arról van szó, hogy Bencsi Gorsa egy tehetséges szerző, aki írt mindenféle izét össze, aztán most egy ilyen szakkifejezés következik, hogy szarfértés miatt semmit nem akart kidobni, és akkor így egymáshoz fércelte ezeket a szövegrészeket. Nem, szerintem egy nagyon tudatosan átgondolt könyv, és még azt is mondanám, hogy még a mérete is nagyon tudatosan van kitalálva, meg nem ötletszerű sorrendben élnek egymástól a szövegek, csak ezt a látszatot akarja feltenni. Szerintem egyáltalán nem nehéz olvasni ezt a szöveget. Én nagyon könnyen olvastam. Nem tudom, hogy voltak vele, szerintem ez könnyű olvasni. Jó, tehát nem okozott nekem gondot, hogy azonosítsam, hogy ki kicsoda. Tehát azért nem kell 500-szor odaírni, egy eposzi jelzőt hozzá, hogy tudjam azonosítani. De jó, akkor Péter akarsz valamit mondani? Én legboldogabb, hogyha 5 év múlva kiderülne, hogy ez valamilyen trendindító valami, de valahogy nem volt ez az élményünk, de hát lehet, hogy mindjárt sötétbe tapogatogunk, és majd ebből lesz valami. Minden esetre hát bevallom, hogy nem látom. De az engem érdekelne, ez egy kérdés, hogy már az előbb feleltél rá, de nem látom a funkcióját ennek a mindig két oldalamként van, amikor egy oldalon egyébként háromszor ugyanaz megismétlődik,
de többnyire két oldalanként ugyanaz a fél mondat visszatér. Hát, hogy ez szervezi-e a szöveget, nem tudom, vagy mit csinál, nem tudom, szerintem. Azt szervezt nem fogjuk tudni megvitatni. Aki szerint szervezi, az szerint szervezi, aki szerint meg nem, az szerint nem. Tehát ez, innentől kezdve ez sajnos nem vita téma. Úgyhogy néhány dolgot szeretnék kérdezni, és nagyon rövid válaszokat kérek, mert nagyon megy az idő. Az egyik ugye mégiscsak ez a központi motivum a disznó. Ehhez kapcsolódna a kérdésem, hogy ez szerintetek mennyire érdekes, jól van-e megoldva. Említettük már, csak lehet-e összefoglalóan, ez mégiscsak egy központi dolog. Szerintem ez érdekes, és ez tényleg jól van megoldva a szövegben, mert a hagyományos olvasói reakcióink alapján ugye mindjárt azt tennénk, hogy elkezdenénk metaforikusan érteni, és azon gondolkodnánk olvasás közben, hogy vajon ez itt minek a metafora, és ez tudatosan a metaforikus jelentés kioltására játszik rá ezen a ponton a szöveg. Nem, ilyen értelme nincs metaforikusabb, mélyebb értelme, ez nem egy metafora. Szerintem se rossz ötlet ez a disznó ügy, mert láthatóan a Göncsi Kocsolya elég sok disznót látott már, hogy a disznó közelben élt gyerekkorában, és mivel én is, ezért nagyjából látom a hitelességét, hogy ha nem szimbólum, akkor persze kérdés, hogy micsoda, vagy miért van itt, mert nem szoció valamit vártam volna, de hát tulajdonképpen olyan picit van adagolva, tehát semmiféle szervei vágóidatban nem leszünk otthonosak. Szóval nincs eléggé valamilyen irányba elvéve, de maga az ötlet az nekem nagyon tetszik, ebből lehetett volna valamit, de valóban nem úgy, ahogy Csaba mondta, hogy elején egy kicsi meg végén 20 oldal disznózás. Nem tudom, csak nagyon röviden, ebben is a 100 év magánynak a hatásait szokás kimutatni, körülbelül minden második értelmezőnél olvastam kimutatható dolgokat, földedés, disznó, 100 év magány, mágikus realizmus, ezt így tudanám a végtelenségét szólni. Gyönyörű, szép ez a sertés, azt hiszem, hogy szív itt a könyvtárnak az elején. Nem láttam én sem mélyebb, hogy mondjam, vagy újszerűbb felfedezését, vagy ennek a nem, szimbólum nem használatnak, hogy tévére utalok itt. Tényleg a zsigeri realizmus, hogyha ezzel kezdtem itt a mondandómat, szó szerint vétele az ez. Azt jobban csinálja akkor, mint a Bolánnyó, nagyon jó, a gusztustalan, nem tökéletes, a nem szép. Ezeknek a szeretete szintén benne van, csak ki hát nem is tudom, irodalom felfogásban, és ezt szerintem nagyon szagosan, színesen, szagosan, belesen csinálja. Halak is, rengeteg sok egyéb állat is előfordul, szóval ez egy ilyen tengeri malac, minden van. Kicsit nekem ez is eklektikus, vagy kicsit sommás, vagy annyira ilyen lapos konklúziókat, vagy ilyen tudnék levonni ebből, hogy az ember is állat, az állat is ember, oly közel vagyunk a disznóhoz, csak egy kromoszómában térünk el a milyen majomtól a Kunárpernek a utószavában ez. Tehát, hogy ezek mind valahogy, mind állatok vagyunk, egyikünk sem állat, az állatok mind ember. Nem ragozom tovább. Hát például ezek a negatív testképek, ez nagyon trendi. Szeretnék egy áriát a recepcióról. Egészen ki vagyok akadva attól, hogy állandóan minden második magyar regényre, ami egy kicsit is hasonlít, azt mondják, hogy mágikus realista. Mondták már Kunárpádra, Bodor Ádámtól Kunárpádig mindenre, erre is. Hát nagyobb szakértő nálam a Dávid, de én azt gondolom, hogy a 100 év magányban pont az a jó, hogy ott minden egyszerre nagyon reális és nagyon fantasztikus is, és egyszerre. És mind a kettőt elhiszem, és nem választható külön a kettő, jól mondom. Talán. Mert pont az a dolog lényege, hogy ez nem így mechanikusan széllyel szálazható. És ebben a könyvben, vagy például Kunárpádnál és a többi magyar szerzőknél, amikor a kritika az olyan, hogy mágikus realista, akkor abszolút nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy van egy reális szint, és van valahol úgy olyan díszítő elemként valami kis mágia, vagy valami kis fantasztikum, nem szervesen, és nem egyszerre.
Na most így szerintem ugyanez az eset, és én ettől megőrülök. És a másik, hogy a recepció, mivel nagyon adja magát a szöveg, millió dolog jutott eszükbe a kritikusoknak. Egyrészt joggal, mert ugye rengeteg szövegre rájátszik a könyv, ugye mit tudom én, Tolnai Ottótól kezdve Eszterházira, Mészőnek a megbocsátásából van egy rájátszás, a leginkább felismerhető az a Móricz tragédia, amikor ugye ki akar jönni a vagyonából és halálra eszi magát, és így tovább, és így tovább, ugye García Márquez, Bolaño, és jöttek akkor ezek a tulajdonképpen egyből eszünkbe jutó bölcsész párhuzamok, Swift, Orwell, ugye Állatfarm, Borges, Italo Calvino, és a többi, és a többi, Guillaume Nándor, ami még rendben is van, mert tényleg az komoly hatása kimutatható. Ezzel kapcsolatban kérdezem meg benneteket, hogy mit kezdjünk a recepciónak ezekkel az értelmezéseivel? Szerintetek? Én már megmondtam, hogy mit kezdek vele, szerintem tévedés, de mondjátok meg, hogy nem így van. Olvassuk végig türelmesen, tehát hogy még egyszer mondom, hogy ez olyan könyv, mert a kritikusok nagyon tudnak mit kezdeni. Egy kritikus megkapja ezt a könyvet recenzálásra, akkor ez egy könnyű feladat lesz neki. Hosszúak is a kritikák. De én szerintem ez teljesen az azt jelenti, hogy egyszerűen ezt a próza nyelvet érti. Ezt is értjük. Viszont én arra figyeltem inkább fel, hogy elemezni jobban szeretjük a szöveget. Értékelő motivumot nagyon-nagyon kis hamállal találtam a recepcióban. Lehet, hogy nem olvastam végig mindent, fenntartom, de olyan gyönyörűen kézre áll, meg annyira sok nevet el lehet mondani, meg annyira sok motivumot, meg megközelítést, ami divatos, tényleg a test témájától, amit Nemeszi Mário elmondta, hogy kimeríthetetlen. Itt én kicsit kimerültem tőle, inkább olvasóként. Szóval, hogy megfogni nagyon jól tudjuk, de értékelni meg nem szereti a kritika szerintem, vagy legalábbis elsonyogja. Nekem is ez a véleményem, mert olvastam a általad között 6-7 recenziót, és semmiféle értékelés igazából nincs benne. Egy kritikus szöveg volt Sandy Nóra szövege a Kulteren. Ő megfogalmazott bírálatokat, hogy minden túlzás, kissé öncélú, stb. Valóban volt, hogy igen. Tehát tulajdonképpen nem tudom, hogy mennyire informál, vagyis igazán adja meg azt a kulcsot a sablonokon kívül, vagy a bevett szempontokon kívül az olvasónak, mármint az olvasó is olvassa. Viszont egy kicsit rátérnék, nem akarsz külön kérdezni a vele való interjúra, mert ott nagyon sokszor több is van, de nyilván a Magyar Nemzet januári interjúja, igen. Azt látom, és ez csak rímel az eddig mondottakhoz, annyi van, amennyiben hát legalább 6-szor mondja, hogy ez a rész, meg az a rész, meg az a rész, minek a, vagy kinek a átírása, mely performance, mely művész, mely stb. Stb. Most nem érdekelnek. Olyan értelemben nem érdekelnek, hogy őt szeretném. Az, hogy átír valamit, és azt mondjuk szépen felisorolja. Nem, szóval ez sajnos éppen ez gyengítette az én szememben a könyvet, és azok a jók, amikor magát adja. Szerbjelinő vagyok, szélhámos, Oké. Többször előfordult a recepcióban, próbálják úgy értelmezni, hiszen a szerző vajdasági, hogy itt egyfajta kisebbségi, vajdasági narrációról van szó, és az a kisebbségi létmódnak a megfogalmazásai vannak a szövegben. Ezt mennyire éreztétek így? Hát szerintem maximálisan, de hát ugye a kisebbségi létmód kérdés egy ilyen szövegben hogy merülhetnének fel, ha nem nagyon erősen elbizonytalanított módon. Tehát, hogy természetesen itt is pont ugyanazt a mintázatot érzékeljük, mint bármilyen egyéb hogy mondjam, téma kapcsán a szövegben, hogy egyfelől nagyon mélyen el van bizonytalanítva. Ez az alaphelyzet, ugye a főhős az Szegeden él, de új vidék, vagy egy falu,
Tehát mi is nem tudjuk, ez nem derül ki egészen pontosan, de mindesetre. Egy kisváros. Ugye az apja átszökik Magyarországra egy időre, de aztán nem bírja elviselni vissza. Szökik, ugye ő nagyon nehezen tudná pontosan meghatározni az identitását, mert hogy hogy például a férfiakban áll, nem tudom, a nem túl okos 30-as szerb férfiakat keresi, hogy alkoholt csempész Szerbiából vagy Kis-Jugoszláviából Magyarországra, és a többi, és a többi. Tehát, hogy természetesen ez is ilyen teljesen bizonytalan, itt sem tudunk egyértelmű mondatokat mondani, de hogy valahogy mégiscsak kirajzolódik egy ilyen igazi rendes határhelyzet, egy igazi többszörös identitás. Az a címe, nyilván csak majd a végén meg akartam volna kérdezni, hogy miért az a címe a regénynek, hogy több élet, szerintem ez egy jó és kifejező cím. Pontosan ezért, ugye ez a sokféle egymással nem kompatibilis részletekből összeálló személyiség, képe, amit megrajzolódik. Szerintem nem annyira kisebbség, mint inkább tényleg egy határregény ez, hogyha abba benne foglaltatik a már nem létező rumpuncs csempészete, az eurokrém, amit napokon keresztül csak azt tud enni. Szerintem van határhelyzet a város-vidék között is, mondhatnék még sok ilyet. Ezek izgalmas motivumokat is rejtenek magukba, engem ez érdekel, de én szeretek informálódni a könyv által, lehet, hogy ez egy ilyen fixáció, és ezt nem kéne várnom, úgyhogy nekem ezek jók, de én a kisebbségiséget, mint tematizáltat, vagy nem, vagy azt is annyira kifordítja, hogy nem tudom érzékelni a saját sémáim szerint, könnyen lehet, hogy így van, de rossz olvasom, nincs csak rossz író. Vagy pedig arról van szó, hogy ezt kerülni akarja valahogy, és nem ez a fő irányítsága, hogy ezt mutassa. Pláne azért, mert akkor valószínűleg a zsánere is más lenne ennek a regénynek. Ez az én tippem. Megint csak egyetértek a Dáviddal, ez itt nekem. Tehát, hogy vannak ezek a szituációk, hogy csempészni kell, már pedig határokon át szoktunk csempészni, és a többi, de a magyar kisebbségi létnek igazából nyoma nincs. Az, hogy a nagypapa, vagy akinek a határidő naplója szerb nyelven százszor előfordul, arra utal, hogy nyelvi keveredés volna, de hát ezt eddig is tudtuk. Nyilván kényelemből használja ezt, mert a család használta ezt a szót. De egyébként nem látom azt, hogy fenyegetve érezni magát, mint kisebbségi vagy, menekülnie kell a papának kellett az írónak, írónőnek, hát nyilván csak azért, mert egyébként azt tanácsolták neki, hogy maradjon a határ mentén, mert ott jobb kisebbséginek lenni, de hogy ő ezt neki... Lehet, hogy ezek a sémák, amiket várunk, és ezeket akarja kiátszani, mondaná Tibi. Lehet azt mondani, hogy ahogy dekonstruálja a család regény műfaját, illetve a lány regény műfaját, hasonlóképpen a kisebbségi regény hagyományos műfaját is, mert ugyanis ebben a családtörténetben az apa, anya, illetve a nagyszülők történetében semmi olyan elem nincsen emlékezetem szerint, ami kifejezetten a vajdasági magyar vagy a vajdasági magyar-szerb együttéléssel kapcsolatos volna, amellett, hogy van néhány szerb szó a szövegben valóban, de ami az apákkal vagy a szüleivel, illetve a nagyszüleivel történt, az történhetett volna egy alföldi kisvárosban vagy faluban is, tehát semmi olyan speciális, csak nem érzek, amit mondjuk más vajdasági magyar szerző könyveiben, Tolnai Ottótól Végelig, vagy Danyi Zoltántól kezdve Orcsik Rolandig a könyveikben érzek. De most ez nem baj, ez most csak semleges leírásokat lenni, tehát ez abszolút nem baj, csak annyit akartam ezzel kihozni, hogy nagyon sokszor operál a recepció ezzel, és én ezzel nem tudtam mit kezdeni, mert egyáltalán nem találkoztam a szövegben mindazzal, amit ezzel kapcsolatban a kritika mondott. De mivel nagyon elment az időnk, én egy utolsó kört szeretnék, és az utolsó körben kapaszkodjatok meg, az a kérdésem, hogy mi tetszett, tehát mindenki mondja el, hogy mi volt jó ebben a könyvben, tehát mi az, ami érdekes volt, amit szerettetek benne. Tibor is ezt mondja. Én eddig is ezt mondtam, de röviden össze tudom legalább foglalni. Én szerettem a
szövegnek a nyelvi erejét ott, ahol volt. Szerettem ennek a vállalkozásnak, ennek az irodalmi vállalkozásnak a bátorságát, ami hát itt a mi beszélgetésünk alapján inkább vakmerőségnek tűnik, így utólag, de én ezt egy bátor gesztusnak éltem meg. És hogy mondjam, szerettem a szövegnek ezt a fajta, csak belebonyolódni a harmadik dologban, mert én azt gondolom, hogy az a fajta, azt akartam, hogy szerettem a szövegnek azt a jellegzetes női hangot, ami megszólalt benne, de ez hülyeség, mert most pont az az érdekes, hogy nem jellegzetes női hang szólal meg benne, hanem egy nagyon egyéni és nagyon erős és ez hallhatott be. Igen. Oké, Péter. Én szeretem a jellegzetes erős női hangokat, én nagyon sokat láttam ebben, sajnos. Már eddig is felsoroltam, sőt azzal kezdtem a különböző jó vagy erős helyeket, szóval nekem borzasztó képszerű, sajnos ilyenekre van igényem, hogy ha levágatnám a hajam, akkor látszom, hogy milyen erős nyakam van, és ez a szexetilen. Hát erről egy könyvet kellene írni, lehet, hogy valamire hagyományos lenne, de ne legyen hagyományos, szóval vagy pedig valakiről írja, hogy összekukázott valami rendesnek tűnő nőt. Na, gondoltam, igaz, hogy nem az elején van, de viszonylag az elején. Na, mondom, hogyha ez ilyen nyelvi színességbe megy, akkor annak örülnék, nem mentek ilyen nyelvi színességben. Ismétlés. Most jót kell mondani. Az is lehetne jó, egy kicsit túlpörgeti. Minden esetre szóval nekem még a légcsapó emlegetése is tetszett, mert tapasztaltam éppen, hogy mindenki csapkodja le egyet, mint az őült. Valahogy nincs más mód, vagy sok a légy, vagy jó a légcsapógyártásnak a reklámja. Minden esetre azt kell mondjam, hogy van ebben vajdasági íz számomra, ahogy írja, hogy a kisebbségi létünkhöz ez a csendcserés, a piacozás hozzátartozik. Igen, ez egy konkrét dolog, és ezektől színes a dolog. A helyzet az, hogy sajnos kisebbségben van egy is. Oké, Dávid. Gondolkoztam, arra jutottam, hogy több csapdát kikerül ez a könyv, tehát például nem akar trauma elbeszélés lenni, szerintem az kicsit túl, azt kínáltalan olvasott, és nyilván nem elégséges számú vajdaság, illetve ex-jugoszláv irodalomban talán már elvárás szintre emelkedett, és ezt kisiklatja. Az is jó, hogy bár nekem sokszor fölrém lett a Szilvia Plath és az Üvegbúra, de ezt annak a dramatikáját nagyon sikeresen elkerüli azzal, hogy ennek mint egy bokózatát nyújtja. Tehát én is rá tudok olvasni akkor ilyen nagyon irodalomtudóskodósan műveket. Igen, haragudni fog a Csaba. Viszont én azt gondolom, hogy az bosszant a könyvben leginkább, hogy amikor ez a könyv jó, akkor nagyon jó. Csak amikor várnám a folytatást, akkor pofára ejt. Oké, mikor nagyon jó? Számos ilyen számomra sokkoló és váratlan fordulat van, például amikor a disznóvérrel kenegetik magukat a család nő tagjai, a mellüket egészen konkrétan. Ez váratlan, nagyon szórakoztatóan van leírva, szintén jó, amikor azt hiszem, hogy ez egy vajdasági író performance, hányató művésszel ellátva, szintén nagyon invenciózus. Tök jó ötletek vannak, lehet, hogy ezzel is az olvasói elvárásomat akarja Tibi szerintem biztos kiforgatni, hogy ezeket nem teljesíti be. Szerintem tehetséges író kötete ez, azt gondolom, ha tehetségtelné lenne, nem lennék bosszus, akkor csak félre dobnám.
Egyébként, bocsánat, ez az angol hányóművésznek a jelenete. Ugye erre sokan azt gondolták, hogy ez valami ex-jugoszláv művészeti performance-nak a hatása, és a szerző pont ebben az interjúban elárulja, hogy ez egy Lady Gaga és Milly Brown performance-nak az átírása. Tehát még véletlenül sincs köze az ex-jugoszláv művészethez. De hogy akkor borzasztóan bajban vagyok, mert most saját magamnak is föltettem a kérdést, hogy mi az, ami tetszett nekem, akkor én is mondok valamit. A családtörténetben én találtam egy-két oldalas olyan betéteket a apáról, anyáról, nagypapáról, nagyszülőkről, ami nagyon, nagyon érdekes és nagyon, nagyon jól megfog egy figurát vagy egy konkrét esetet. Például az anya betegsége, vagy a halála, vagy ennek a leírása, az a néhány oldal, az szerintem kiváló, nem trauma szöveg, de ugyanakkor az például nagyon erős. Vagy amikor ilyen apró kis jelenetek, hogy a mama vágja ki állandóan a fotókat, és akkor azt a papa meg beragasztja egy, most szerbül nem tudom a nevét, egy füzetbe. Tehát ilyen apró részletek a családtörténetben vannak, amik szerintem nagyon erősek, és mozaikszerűen ott vannak a szövegben. Azokból lehetett volna szerintem főzni valamit. Azt gondolom, belénk szorult-e valami nagyon fontos. Mert ha nem, akkor én azt javaslom, hogy ha valakinek van hozzáfűzni valója, akkor mondja bátran. Megjegyzéseket, hozzászólásokat örömmel fogadunk, vagy akár kérdést. Jöhely. Nem? Lehet velünk vitatkozni, lehet, hogy félreértjük az egészet. Számomra olyan volt, amit hallottam, mint Michael Jackson thrillerje, tehát ilyen horrorisztikus. De ez elég nagy dicséret egyébként. Hát feltámadtak a zombik, és ezt élővé tette Bencsi Korsolya írónő. Oké. Közben rájöttem valamire, amit a beszélgetés elején nem mondtam el. A pontozással kapcsolatban én rájöttem, hogy én akkor szoktam kevés pontot adni egy könyvre, hogyha tudom, hogy hogyan kell volna megcsinálni rendesen. És ez olyan könyv, hogy ha bármit kivennék belőle, akkor ez már egy másik irodalmi projekt lenne. Tehát, hogy amit itt ti felróttatok a könyvnek, azt szerintem egyszerűen mind a könyvnek a poétikájából következik. Tehát, hogyha ezt elutasítjuk, amit persze meg lehet tenni, akkor ott ezzel az egész projektet utasítjuk el. A végén, amit a Csaba mondott, az egy ilyen rendes, tehát egy ilyen rendes kisrealista poétikát kérte rá. Számomra, hogy az olyan jó volt, amikor kiderült egy-két ilyen hétköznapi mozzanat a vajdasági magyaroknak a család életéből. Hát igen, tök jó. Olyan könyveket is szeretünk olvasni, csak annak már sok köze nem lenne ehhez. Most olvasom Bolánnyó regényét. Abszolút nem egy kis realista. Hihetetlen jó egy-két oldalak vannak benne, meg még az egész is jó egyben is. Ilyet is el tudok képzelni. Már csak azért, hogy lehetséges, hogy egyre konzervatívabb az ízlésem, de például Eszterházit szeretem. Na. És egyébként nem a tiéd, tehát hogy majd ez már nyilván nem lesz benne az írott verzióban, de szerintem az tényleg marha érdekes, ahogy ettől a fajta posztmodern irodalomtól ellépett a kortárs magyar irodalom. De most egyébként százféle posztmodern irodalom van, és ugyebár az szerencsétlen hülye olvasó mindig bajban van. Mindig állandóan ott van az a kérdés, itt hátul a kis agyamban, hogy nem én olvasom-e rosszul. Tehát nem néztem-e el, nem tévedek-e, nem arról van-e szó, hogy én nem veszek észre valamit, tehát hogy lehet, hogy az olvasóban van a hiba. De hát csak lehet-e az olvasóban a hiba, vagy lehet-e, felmerülhet-e az, hogy az olvasóban van a hiba? Abszolút, állandóan hiba van az olvasóban. Ha az íróban hiba lehet, akkor az olvasóban is lehet hiba. Hát persze, hát amikor nem értünk valamit, és az a mi hibánk, azért ilyen van. Majd megértjük 10 év múlva. Nem volt szó a motorról, amely eléggé hátra teszi az olvasó jogai. A rendőrség, már mindenki, csak én mondom, hogy itt... Nem akartam ezzel előjönni, mert már utálom magam, amikor azzal foglalkozom, hogy akkor mostan a valóságos lényéhez képest a szerzőnek most hol van ez a figura, aki ugyanott, ugyanakkor született és ugyanúgy szegeden él, stb. A motóban egy horvát írónőnek
világos, de hát ez ugyanaz, tehát arról van szó, hogy a kérdés, hogy önéletrajzi jellegű-e ez a regény, legfeljebb a rendőrségre tartozhat, nem pedig az olvasóra. Ez annak hát, a speciális esete, hogy tudnélik, hát fikciót olvasunk, nem pedig önéletrajzi. De hogy ez a rendőrség, szóval... Hát az a Horváth írónőnek a problémája. De akkor miért helyezi ide a Bencsi Korsolyát? Szerintem előre... Mert feltétlenül észlám ottó kell. Szerintem vévetezik egy kicsit előre, és nem tudom miért, vagy miért kell, és szerintem az orvosoknak van mindig igaza, meg félreért valamit, vagy jogai vannak, a rendőrségnek. Oké, rendőrségről itt szó nincsen, és egyébként tényleg arról van szó, hogy ez egy erősen önéletrajzi alapozottságú könyv, ami egyébként tök lényegtelen abból a szempontból, hogy jól sikerült-e, vagy nem sikerült jól. Akkor én kérem szépen, Peti, hogy mondd meg, vagy add ide nekem, hogy mi lett a pontozás eredménye. Köszönöm szépen, mert mindjárt sorsolni fogunk, köszi. Tehát akkor ugye 5,5 volt a mi pontjaink átlaga, ugye a 22 ponttal, és a közönség átlag pedig 5,9 lett, úgyhogy több, mint a miénk. Tehát 5,5 és a közönség 5,9. Azok között, akik pontoztak, most kisorsolunk kettő könyvet Márton Lászlónak a Hamis tanú című regényéből, a kiadó jó voltából, mert ennyi maradt a példányokból, úgyhogy én azt kérem, hogy itten a közönség első sorában től, hogy egyet-egyet húzzanak ki. Saját. Hogy? Saját magát húzta, akkor ezt külön vesszük. A illetlenség 6 pont, Egri Ágnes. Egeres Ágnes. Egeres Ágnes. Jöjj, nyert egy könyvet. Jöjjön érte, vagy mindegy. Ezzel, bocsánat, nem lett volna szabad a közönséget kérni, mert így akkor ki vannak zárva. Hogy lehetek ennyire hülye? Remélem jól olvasom. Szabó Lívia. Aha, Szabó Lívia. Nagyon szépen köszönöm. És Szabó Lívia is nyert egy könyvet. És ne haragudjál, aki itten az elsősorban, mert... Hát mondtad, hogy nehogy ilyen, ha megnyerem, ne elolvasom. Ennyire hülye nem lehet. Ne üljenek az elsősorban máskor, mert képes vagyok arra, hogy a bocsánatot kér. Szóval. Na, adod a könyvet, megnyertek. Oké. Okay. Ja. Parancsoljon! Bocsánat, csak nem tudok egyszerre ötféle dolgot csinálni, majd lesz egy asszisztensem, meg egy szerkesztő, meg egy segédmunkaerő, és akkor majd jobban fog menni. Egy hónap múlva Márton László regényéről fogunk beszélgetni, ugye a Hamis tanúról. Köszönjük, hogy eljöttek, és még egyszer bocs.